Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Radarozás az erődnél. Folytatódik a munka Alsóhatényben. Globális szintű a gabona túltermelési válság. A gazdáknak váltani kell. Az előrejelzések szerint hamarosan teljes pompájában beköszönt a tavasz. Ki mit tervez erre az időszakra? Országhatáron túl is sikeresek. Szép eredményeket értek el a közelmúltban a bátaszégi karatésok. Talajradarozással térképezik fel Alsóhetényben a római kori erőd egyes helyszíneit. A gépek roncsolásmentes módon, hatékonyan és gyorsan képesek feltárni a még ismeretlen területeket. Alsóhetényben talajradarok érkeztek a feltárási munkálatok megsegítésének érdekében. A radarozást az erő délnyugati részénél végezték. Stibrányi Máté, a munkavezető ismertette, hogy pontosan mi is a cél. Ahol néhány épületnek a nyoma látszott már légi fotók alapján, meg hát a felszínen is, és ezeknek az alaprajzát próbáljuk pontosítani most a továbbiakban. Ez az erőd, ez rendszeresen nagy, tehát nem sokkal komolyabb felmérést igényelne az, hogy a teljes egészében felmérjük, de pár olyan részletet igyekszünk most megvizsgálni, amelyek a kutatók számára különlegesen érdekesek lehetnek. Szabó Máté, a Régészeti Intézet tudományos munkatársa elmondta, egy különleges együttműködés keretében valósul meg ez a projekt. Az a projekt, aminek a keretén belül itt dolgozunk, az egy francia-német-magyar együttműködés. Franciaországban a Lilly Egyetemnek a keretén belül valósulhat meg, és Pannoniának, illetve az alsó Dunavidéknek, Közép-Dunavidéknek a késő antik építészeti stílusát, az úgynevezett perisztiliumos belső udvaros villagazdaságoknak, villaépületeknek a megjelenését, a társadalmi aspektusait, illetve a tájrégészeti vonatkozásait vizsgálja ez a projekt. Az erőd nem csak gazdag lelőhely, de számtalan más érdekességet is hordoz magával. Amit most vizsgálnak, ez gyakorlatilag az erődön kívül levő épületek közül egy olyan épület, ami talán villának, villaépületnek tekinthető. Ez is belső udvaros, egy viszonylag nagyméretű aulával, fogadóteremmel rendelkezik, tehát minden olyan sajátossága, stílusjegye megvan, ami tökéletesen illeszkedik a késő római építészetbe. És azért izgalmas ez a helyszín, mert az erődön belül is találhatók ilyen jellegű épületek, viszont furcsa az, hogy az erődön kívül is látunk egy ilyet, és természetesen egy fontos kérdés, hogy milyen viszonyban lehetett ez az erőddel egyidős, az erődnél korábbi. Kovacsik Zoltán helytörténész évek óta foglalkozik az erőd körüli feltárásokkal. Az eddigi alkalmazott módszereket a gépnek köszönhetően így egy gyorsabb és energiatakarékosabb technikával tudják kiváltani. Ez úgy működött, hogy a szántáskor, vetéskor előtt, hogyha előkerültek ilyen foltok, ahol voltak téglák, kövek, kerámia darabok, ezeket papírra vetettem, úgyhogy mondták, hogy hogyan kell. Ott egy nagy fa, mérjem le, meg a villanyducot, és akkor jelöljem be, hogy hány méterre vannak ezek a foltok. Hát ez így ment körülbelül 30 éven keresztül. Feltárási munkák állandó jelleggel folynak, hiszen a régészeti lelőhelyen akadnak még kiaknázatlan területek. Jelenleg abból, amit a piac megfizet, nem lehet előállítani a búzát és a kukoricát nyereségesen, tehát anyagi érdek, hogy a gazdák váltsanak. Aki a jelen helyzetben ezt nem tudja megtenni, nehéz helyzetbe fog kerülni. A gabonáról és előállításáról az országos mezőgazdasági termelés volumenéről vannak elég pontos KSH adatok, de ezek részben mutatják csak a problémát. Az, hogy mit termelünk meg, ez az egyik oldal. Ugye minden éremnek több oldala van ennek is, a másik oldal, hogy mit tudunk eladni. Jelenleg a gabona helyzet az kritikán aluli, nem csak Magyarországon, hanem az egész Európai Unióban. A fogyasztás visszaesésével egy túltermelési válságba szaladt bele Európa, és ebbe a túltermelési válságba jött, vagy válságra jött rá egy rendkívül jó, tehát én 37 éve foglalkozom mezőgazdasággal, a 37 év második legmagasabb termés eredménye, ráadásul egész Európában magas volt. A jó minőségű európai túltermelésre rakódott még rá a háború következményeképpen az ukrán és orosz gabona is. Hát ezt a három problémát kell összegyúrni, és akkor látszik az, hogy elég nagy gáz van a termény vonalon, aminek a kivezetése
nagyon nehéz és egy hosszú folyamat lesz. Azt felesleges várni, hogy ez megoldódik egy-két hónapon belül, mert az a termény ez megtermett, és ez itt van az EU-n belül. Ennek a kivezetése rendkívül nehéz és hosszú. Tehát az, hogy most ez 24-be végigmegye, én biztosra veszem, hogy nem. Tehát ennek bőven kihatása lesz a 25-ös, 26-os évre is. A termelést újra kell rendezni, illetve a szerkezetet átalakítani szükséges. A múltban is voltak túltermelési válságok, akkor is 2-3 évre volt szükség, hogy a piac rendeződjön. Pár évvel ezelőtt nagyon kevés gabona termett, az ország belső ellátása veszélyben volt. Olyan mértékű aszályon voltunk túl, hogy nagyon indokolt volt az export kiviteli tilalom és az ukrán gabona behozatalának felgyorsítása, hiszen a kérdés az volt, hogy az állatállomány kap-e enni. Aztán ez megváltozott, és erre a felszabadított piacra jött rá egy túltermelés, nagyon magas termés átlagokkal, ami a piaci összeomlást okozta. Molnár István azt is hozzátette, hogy az alagút vége már látható a 2025-ös évre. Mindig lesznek ilyen válságok Magyarországon. Jelenleg Magyarországon a zömegazdaság az egy alapanyag előállító gazdaság, nulla feldolgozási szint mellett. Az, hogy most ez a feldolgozási szint, ez a helyi piacot fogja kiszolgálni, mert olyan növényt állítok elő, amit nagyon-nagyon szűk körbe és pár kilométeren belül el tudok adni, vagy Magyarországon belül szállítom, ez szerintem stratégiai kérdés lesz a jövőben. Amúgy maga a mezőgazdaság fejlődése megkérdőjelezhető. Ha nem teremtjük meg a belső feldolgozó iparunkat, ami jelenleg Magyarországon nincs, nem fogunk tudni közép és hosszú távon kilábalni a következő válságból. Teljes terjedelmében égett egy parasztház csütörtök reggel Zombán. A tűzeset helyszínre a szekszárdi, bonyhád és dombovári hivatásos, valamint a zombai önkéntes tűzoltókat riasztották, akik vízsugarak és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat, amelyek a 120 négyzetméteres ingatlan padlás terén nagy mennyiségben tárolt szalmabálát is elérték. Az esemény során egy konyhai PB gázpalack is felrobbant. A parasztház lakóját az önkéntes tűzoltóegységek hozták ki, majd adták át a mentőszolgálatnak. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Bezeréd István technikum, logisztikai technikus, valamint turisztikai szervező tanulói szakmai kiránduláson vettek részt Budapesten a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A diákok megtekintették az Aeropark Repülőmúzeumot, ahol be is szálltak régebbi korok repülőibe. A nap további részében egy 3 órás vezetett repülőtéri látogatáson nyertek bepillantást egy légikikötő életébe. Közvetlenül a futópálya mellől figyelték az érkező gépek le- és felszállását, felkészítését az indulásra, csomagok és áruk be- és kirakodását, a hangárokban zajló munkát, illetve a repülőtér tűzoltóságának járműparkját és mindennapi működését. A MatEgye szervezésében megrendezett Tolna Vármegyei Matematika versenyen vettek részt a szekszárdi Garai János gimnázium tanulói. A 10. évfolyamosok között Németh Dominik első, Dulai Barnabás második, Kofiás Mira harmadik helyezett lett. A 12. évfolyam versenyét Görcsös Ákos nyerte meg. Felkészítő tanáraik Tótni Gulácsi Beáta, illetve Kimle Mária voltak. Az előrejelzések szerint hamarosan teljes formájában beköszönt a tavasz. Szombaton napközben több helyen akár már 20 foknál is melegebb lehet. A terveikről kérdeztük a szekszárdiakat. A tél elmúltával hamarosan megérkezik a tavaszi idő, ami a megújulás időszakát is jelenti. Ekkor többen már előre megtervezik az elkövetkező hónapokat. Készülök a húsvétra, várom a gyerekeimet, várom az unokáimat, sütök, főzök, nagy takarítok. Ez az április eleje közepe, és utána tervezek utat, remélem, hogy összejön. Májusra is vannak terveim, úgyhogy nagyon gyorsan elmúlik a tavasz, és jön a nyár. Sokan tavasszal kimozdulnak a természetbe, bicikliznek, futnak, különböző sportokat űznek. A jó levegő rettenetesen felfrissíti a szervezetet, és erőt ad a mindennapokba számomra. Az időszak a baráti kapcsolatok ápolására, megerősítésére is hasznos lehet. Összejövünk barátok, rokonok, és akkor megyünk. Úgyhogy... ott kell jókat teszünk, iszunk, és így tovább.
Van, aki egészen Sopronig utazik a hétvégén, hogy meglátogassa az unokáit. Hogyha jó idő van, akkor kirándulunk mindenképpen. Van 5, meg 7, meg egy 11 éves unokám. Úgyhogy ők állandóan nekem programot csinálnak. Játszótérre megyünk, udvarba megyünk ki, vagy ha húsvétkor, akkor van ilyen tojáskereső, meg többféle programot Sopronba. A tavaszi hónapokban többen különböző szálláshelyeket is felkeresnek. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ belföldi utazási szokásait vizsgáló kutatásából kiderült, hogy tavaly a leghosszabb kikapcsolódásokra Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod mellett Tolna vármegye turistái indultak, az átlagos tartózkodási idejük 2,8 vendégészaka volt. Tolna város önkormányzata a város szabad területein fásligetek, parkok létrehozásához járult hozzá. 2022. novemberében az ültetések elkezdődtek. Sok szülő és nagyszülő vállalta a munkát. A Tolna és Mös virágosításáért munkacsoport a program folytatásában minden ősszel elültetett fának szeretne gazdát találni, ugyanis több fát ültettek, mint a jelentkezők száma. Névre szóló táblákat készítenek, melyek már a rügyező facsemeték kalodáira kerülnek. A szervezet azt kéri, hogy ezt a fát utána gondozzák, kapálják, a szájos időben locsolják. További információ Tolna város Facebook oldalán érhető el. Lendületesen indult a márciusi lakásbiztosítási kampány, az első két hét adat alapján csaknem 100 ezer új biztosítást kötöttek, több mint 60 ezeret pedig újra kötöttek az ügyfelek, ismertette a Magyar Nemzeti Bank alelnöke Kandrács Csaba. Arra számítanak, hogy legalább 200 ezer új vagy megújított lakásbiztosítási szerződést kötnek a fogyasztók a kampány során. A jegybank ezentúl a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás indexének mintájára negyedévente a lakásbiztosítási díjak alakulását bemutató indexet is közzétesz. Ismét győzött a Bonyhádi U17-es futszál csapat. A Gárda városi derbit játszott a Majos alakulatával a Bonyhádi sportcsarnokban. Az együttes folytatta nyerő szériáját, hiszen negyedik összecsapásukat abszolválták győzelemmel zsinórban. A vezetést a zöld-fehér majósiak szerezték meg a 10. percben, azonban Olás Zsombor triplájának és Picek Péter duplájának köszönhetően fordítottak a bonyhádiak. A csapatra mindössze egy találkozó vár már csak a szezonban, amennyiben a Pécsvárad vendégeként legalább egy pontot gyűjtenek, biztosan a második helyen zárják a kiírást. Javában zajlik a szezon a Bátaszéki Sportegyesület karate szakosztálya számára. A szervezet neves külföldi versenyeken is képviselteti magát. Nagy intenzitással edzenek éppen a bátaszéki karatésok. Őket Nagy Ákos készíti fel. A szervezet a közelmúltban több külföldi versenyen is járt, legutóbb a múlt héten Pozsonyban. A kezdők Budapesten mérették meg magukat. A pozsonyi versenyen több mint 39 országból képviseltették magukat különböző csapatok. Négyen kerültek úgy érem közelbe, hogy sajnos a bronzmérkőzést vesztették el, tehát négyen ötödik helyezést értek el, és Hefner Zsófi döntőbe jutott, és a döntőbe is 0-0-ás döntetlennél a bírók az ukrán versenyzőt látták aktívabbnak, ezért Zsófi az ezüstérmes lett, de hát ez egy nagyon nagy szó, mert gyakorlatilag 5 mérkőzést kellett zsinórban nyerni a döntőbe jutásért, és a 6. mérkőzése volt maga a döntő, és elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag nem is verték őt meg, hanem egy döntetlen mérkőzéssel kapott ki a döntőbe. A tavaszi versenyszezon alapozással kezdődött. Decembertől már erőnléti edzésekkel készültek a tanítványok. Ez egy vegyes felkészülés volt, tehát még folyt az erőléti munka mellett a technikai felkészülés, és most már azért elsősorban a technikai, taktikai felkészülésre koncentrálunk. Aztán most, amikor megjövünk Riekából, akkor majd lesz egy hetünk itt a tavaszi szünet tájékán, amikor megint egy picit visszaalapozunk, visszahozzuk kondicionálisan a srácokat, és április 20-a előtti héten, vagy az április 20-a előtti 10 napban, akkor megint majd a technikai és taktikai dolgokat fogjuk kidomborítani. Az edző elmondta, a versenyzők hétről hétre fejlődnek és tanulnak. Hefner Zsófia pozsonyi ezüstérme rendkívül értékes volt, hiszen így ő a kadettlány mínusz 47 kg-os korosztályos kvalifikáció élére ugrott. Az októberi olaszországi világbajnokságra így nagy esélye van kijutni. Egy órás melegítés után tatamira is léphettem,
Az első meccsemen nem én szerezhettem meg az első pontot, de nyugodt maradtam, és bíztam magamba, és a döntőbe jutásért egy magyar ellen vívhattam, és döntőbe sajnos egy 0-0 esetnél kiestem. A fiatal tehetség a velencei világbajnoksággal kapcsolatban bizakodó, azonban hangsúlyozta, először a kijutást kell bebiztosítania. Most a kéz a versenyen nagyon jól ment, de alapból a lábon szoktam így erősebb lenni, de most mindenben így gyakorlunk, hogy minden erős legyen. A sportolók Pozsonyban 4 darab 5. helyet is szereztek. A csapat hétvégén Horvátországba, Rijekába utazik. Mutatjuk Baranya és Somogy vármegye híreit. Bővült a Pécsi Egyetemi Szövetség. Újabb tagok a fenntarthatósági platformban. Wunderbar Festival. Flashmobbal hívták fel a figyelmet a német nyelvre. Válogatás Bosz Gyula életművéből. Kiállítás a szobrászművész alkotásaiból Pécsen. Újabb intézmények csatlakoztak a Magyar Egyetemek fenntarthatósági platformjához. Ezt a szövetséget a Pécsi Egyetem még 2022-ben hozta létre. Cél, hogy a fenntarthatósági kérdéseket, jó gyakorlatokat minél szélesebb körben tudják megosztani. Használt sütőolaj gyűjtőpont olvasható a sárga edényen. Ilyeneket tett ki még korábban a Pécsi Egyetem, aminek a hátterében komoly célok vannak. Például a PT elindította a pilóta projekt keretében a használt sütőolaj gyűjtést, ami egy olyan projekt, ami nyilván adaptálható egy másik egyetem vonatkozásában is. Többek között ilyen példák azok, amik segítik ennek a fenntarthatósági eszmének a népszerűségét. A környezetvédelme, a fenntarthatóság szolgálata a Pécsi Egyetem stratégiai célja. Ezért alakították meg a Magyar Egyetemek fenntarthatósági platformját még 2012-ben 14 taggal. Ehhez a szövetséghez most újabb 2 egyetem csatlakozott. Ennek a szövetségnek a célja a fenntarthatósági kezdeményezések, jó gyakorlatoknak a megosztása, közös akciók szervezése, és egy szorosabb együttműködés a fenntartható fejlődési célok elérését szolgáló kezdeményezések, fejlesztések tekintetében. Most azzal egészült ki ez a platform, hogy 2 új csatlakozó egyetem is fontosnak tartotta ezt a szövetséget, és a Neumann János Egyetem, illetve a Széchenyi István Egyetem csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Az egyetemek nagyon fontos centrumok több szempontból, ezért fontos a céljaik elérésében, hogy bővült ez a hálózat. Mind a tudás átadás vonatkozásában, mind a regionális fejlesztések tekintetében, mind a gazdaság kapcsolatok tekintetében, a családok szemléletformálása tekintetében egy fontos tényező és egy fontos tér, és nagy öröm amiatt számunkra, hogy minél szélesebb körben szeretnénk a fenntarthatóságot népszerűsíteni, és az ehhez kapcsolódó akciókat, kezdeményezéseket közreadni. Olyan területek, mint a körforgásos gazdaság, az energetikai kérdések, vagy éppen a mesterséges intelligencia, robotika kerülhetnek a szövetségben résztvevők közös témái közé a bővítéssel. Mindezekről a fenntarthatóság jegyében szervezve fórumokat, találkozókat, közös cselekvési terveket a jövőben. Közel 200-an táncoltak a Wunderbar Fesztivál keretében a Kossuth téren Kaposváron. A flashmobban iskolások és az idősebb korosztály is képviseltette magát. A fesztivált április 8-a és 14-e között rendezik meg világszerte. A cél a német nyelv népszerűsítése. A fiatalok pörgős dallamokra mozogtak egyszerre a kaposvári Kossuth téren, kezükön a német zászlót szimbolizáló szalagokkal. A legkisebbek azt mondják, szeretik a német nyelvet, bár nem annyira könnyű elsajátítani. Ilyen is iskazat. Nekem is. Én szeretem, csak nehéz is, meg könnyű is. Az idősebbek is szívesen ropták a Kossuth téren. Édi néni 84 évesen csatlakozott a kezdeményezéshez. Nem mondom, hogy anyanyelvi szinten, de 6 egyetemi diplomám van, tehát németül, oroszul, horvátul,
elboldogulok. Egyébként 41 országban jártam minden földrészen, boldog és megelégedett vagyok, és azért járok társaságba, egy kicsit animálom őket, hogy tessék mozogni, tessék jönni, és kihasználni azt a lehetőséget, hogyha valakinek lehetősége van arra, hogy táncoljon, akkor mozogjon, és ne otthon ücsörögjön. Április 8 és 14-e között rendezik hazánkban a Wunderbar Fesztivált. Ehhez kapcsolódóan készültek Somogy vármegyében is táncos produkciókkal. Egy videón keresztül tanultuk meg. A katolikus iskola, a toponári iskola is tanulta, és mi is tanultuk az egyesületünkben. Úgyhogy ez adott volt. Jó pár napot igénybe vett. Sokat gyakoroltuk, de nagyon jól éreztük magunkat közben, úgyhogy egy hatalmas élmény volt. Ez egy teljesen másfajta dolog volt, mint amiket szoktunk mit csinálni. A hét célja, hogy a német nyelvet népszerűsítsék, és közelebb hozzák az emberekhez. Az utóbbi időben egyre inkább háttérbe szorul, és erre felfigyeltek máshol is, nem csak mi német tanárok, hanem az osztrák, a német és a svájci nagykövetség is érzékelte, hogy itt ezzel egy kis probléma van, és úgy gondolták, hogy akkor megpróbálnak tenni ellene valamit, és ők hozták létre a Wunderbar Fesztivált. Az idén most már a harmadik alkalom, hogy megrendezik a Wunderbar Fesztivált. Tavaly mi már csatlakoztunk, tehát az egyesületünk már csatlakozott a fesztiválhoz, és tavaly olyan sikeres volt, mind országosan, mind pedig helyileg, és olyan sok pozitív visszajelzést kaptunk, hogy úgy gondoltuk, hogy akkor az idén is csatlakozunk, és az idén is megszervezzük a Wunderbar Fesztivált. A programok április 8-án kezdődnek Kaposváron. Egy válogatást mutat be Boczz Gyula életművéből a JPM Modern Magyar Képtárban látható kamarakiállítás. A tárlat különlegessége, hogy a művész számos rajza is látható, melyek eddig még soha nem szerepeltek kiállításon. Tüskés Anna művészettörténész Boczz Gyuláról készített monográfiát a művész halálának évfordulójára. Részben ez adta az ötletet a kiállításhoz, másrészt a Modern Magyar Képtárban látható Képtári Tárlatok Pécsi Műbarátoknak elnevezésű sorozat egyik állomása is lett Boczz Gyula szobrászművész életművéből való válogatás bemutatása. Azonban vannak más kötődések is. Boczz Gyula egyrészt Pécshez kötődik, másrészt pedig kötődik a Janus Pannonius Múzeumhoz, hiszen az első kiállításait még annak idején dr. Romvári Ferenc csinálta, ő készített egy ilyen kis monográfiát annak idején, és a Janus Pannonius talán az egy múzeum az egyetlen közintézmény, ahol neki szobrai vannak. Ez a kiállítás is részben a mi tulajdonunkban lévő szobrokból, részben pedig magángyűjteményi anyagból áll össze. Fából és kőből készült kis plasztikái láthatók a tárlaton. Ez a két anyag meghatározó volt a művész alkotói pályafutása során. Boczz szobrászatáról tudni kell, hogy absztrakt szobrászat. Van egy a művészet történeten végigvonuló toposz, amit közhely, amit mindenki ismer, ugye a Michelangelo-nál vált ez ismerté, hogy a kőben benne van, vagy az anyagban benne van a szobor, a szobrásznak csak ki kell bontania belőle. Igen, csak a klasszikus szobrászatnál, az ember ábrázoló szobrászatnál mindig az van, hogy van egy idea, egy ember alak, amit igazából a művész rákényszerít az anyagra. Itt viszont a Boczznál ugyanez a toposz azért él, az anyagban benne lévő szobor, viszont a Boczz mindig alkalmazkodott ahhoz az anyaghoz. Tehát az anyagnak a látszása és a forma az egyensúlyban van nála. Ezért vannak a legkülönbözőbb kövek, amiben a kőbe éppen hogy csak, mint egy ilyen minimális módon hozzányúlva bontja ki azt a lehetséges szobrot, amit ő elképzelt. A kiállítás különlegessége, hogy nem csak kis plasztikák láthatók a tárlatban. A Boczz Gyulának a rajzai is láthatók, és ezeknek van egy ilyen kettő státusza, egyrészt szobrászrajzok, amik egy-egy elkészítendő plasztikának az előtanulmányait jelzik, ugyanakkor pedig egy szobrásznak a rajzai is, amelyek sajátos módon vannak modellálva, tehát a formák plasztikusak, de nem arra utal a rajz, hogy ez valaha is elkészítendő szobornak a rajza lenne, hanem egyszerűen önálló, autonóm műalkotás. És ezekből több is látható ezen a kiállításon. Az eredet és ellentmondás elnevezésű kamarakiállítás, mely Boczz Gyula életművéből készült válogatás, a Janus Pannonius Múzeum Modern Magyar Képtárban megtekinthető Pécsen. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Radarozás az erődnél. Folytatódik a munka Alsóhetényben.
Globális szintű a gabona túltermelési válság, a gazdáknak váltani kell. Az előrejelzések szerint hamarosan teljes pompájában beköszönt a tavasz. Ki mit tervez erre az időszakra? Országhatáron túl is sikeresek, szép eredményeket értek el a közelmúltban a bátaszégi karatésok. Pénteken reggel még országszerte erősen felhős ég lesz a jellemző, a nyugati térségben elszórtan záporesőkkel és élénk északnyugati széllel. Napközben fokozatosan mérséklődik, délutára legyengül a légmozgás. Délelőtt még zömmel felhős ég volt várható, de itt-ott vékonyodni, szakadozni kezd a felhőzet. Estére sokfelé kisüthet a nap is. Említést érdemlő eső a nappali időszakban már nem valószínű. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!